Üdvözöllek a következő modulban ez egy sokkal praktikusabb modul lesz, itt már az összes eddigi összeszedett tudásunkat be fogjuk vetni, és ki fogjuk egészíteni. Ebben a modulban nem máshol lesz szó, mint hogy végigmegyünk a különböző sablonok kezelési formáin, ismétlünk, illetve sokkal részletesebben belemegyünk különböző építési elemekben. Építünk egy teljes weblapra való sablon készletet, tehát végigmegyünk ugye a különböző aloldalak és archív és és egyéb dolgoknak a, a részletén. Végnézzük, illetve végvesszük a kondicionális lehetőségeket, ugyanis ez egy nagyon fontos része több különböző sablon típusnak, illetve a legvégén megtoljuk némi WooCommerce részlettel, hogy még véletlenül se maradjon ki a webshopunk se. Úgyhogy kezdjünk is bele.